Huckleberry Finn és barátai. Huckleberry Finn, Ian Tracy, Dunai Misi. Tom Sawyer, Sammy Snyders, Benedikti Marcell. Polly néni, Brigitte Hornell, Tolnai Klári. Tom Sawyer a barátom volt, de be kell vallanom, hogy egész Missouri államban nem volt még egy olyan fiú, aki annyi bajt hozott volna magára, mint ő. Például azon a pénteken, amikor a fejébe vette, hogy vasárnap mindenképpen neki kell elnyernie a Bibliát az idézett versenyen. Már mindenét eladtuk, de még mindig nem tudtunk elég cédulát összegyűjteni. A szombati napot szánta arra a célra, hogy kitalálja, honnan szedjük össze a hiányzó cédulákat, de verekedésbe keveredett. Polly néni rajta kapta, és ez véget vetett a szép terveknek. Ez a büntetés valami egész különleges büntetés lesz. De hát nem csináltam semmi rosszat, csak verekedtem, ráadásul nem is az én hibám volt. Hát persze. Holnap szombat lesz, ugye? Szombaton egész nap szabad vagy. Hát, igen, Polly néni. A holnapi nap egy kicsit más lesz. Holnap dolgozni fogsz, fiatalember. Nyiladozó szerelem. Mark Twain regénye alapján a forgatókönyvet Herb Paldum írta. Rendezte Jack B. Hively. Szervusz, Cindy. Valami bajod van? Ó, semmi, csak udvarias akartam lenni. Mi az a papír a kezedben? Polly néni összeírta, mit kell venni a boltban. Elég hosszú lista, mint látom. Semmi különös, csak a szokásos. Sajnálok, hogy ennyit kell cipekedned. Nem akarod egy kicsit mázolni a kerítést? Elmegyek helyetted a boltba. Nem, nem. Tudtam, hogy ki fogsz találni valamit. Nem kellene sokat csinálnod. Hamar visszajönnék. Persze, ismerlek. Neked adnám a fehér üveggolyómat. Jobban esik nézni, ha te dolgozol. Pedig csuda jó kis üveggolyó. És hoznék neked a boltból egy nyalókát is. Csokoládésat. A kedvencedet. Van rá egy penid? Uh-huh. Jó. Au! Polly néni, csak meg akartam mutatni neki, hogy hogyan kell megcsinálni a kerítést. Tudom, mindent hallottam. Vett tudomásul, hogy nem fognak beválni a trükkjeid. Itt maradsz, míg be nem festetted a kerítést. De Polly néni, ma szombat van. Hallottad, mit mondtam. És figyelmeztetlek, ha ma estig nem fejezed be a kerítésfestést, te leszel St. Petersburg legszánalomra méltóbb gyereke. Amikor reggel fölébredtem, nagyon meglepődtem, mert arról volt szó, hogy Tom fog ébreszteni, és együtt kitaláljuk, hogyan szerezzük meg neki a hiányzó cédulákat. Nem tudtam meglógni. Polly néni szigorúan megbüntetett tegnap este. Szerintem ez nem fog menni, Tom. Tényleg sajnálom. Ha festenél helyettem egy kicsit, akkor... Nem lehet, Tom. Nem emiatt sajnálok. Reménytelen a helyzet. A festés még kellemes is lehetne, ha nem kellene cédulákat szerezni. De így, azt ajánlom, hogy felejtsd el az egészet. Én minden esetre elmegyek pecázni. Pedig akkor is megszerzem azt a Bibliát. Borzalmas rosszaságot csinálhatta, hogy szombaton dolgoznod kell. Amúgy jól vagy, Tom? Mi? Ja, te vagy az, Joe. Persze, megyek fürdeni. Te inkább dolgozol, igaz? Dolgozom. Te ezt munkának nevezed? Persze,
Lehet, hogy ezt egyesek munkának tartják. Menj már, nehogy azt mondd, hogy ezt szívesen csinálod. Pedig valahogy így van. Az ember nem mázolhat minden nap kerítést. Figyelj, Tom, megengeded, hogy csináljam egy kicsit? Hát, nem is tudom. Tudod, Poli néni nagyon kényes erre a kerítésre. Ezt a kerítést nagyon szépen kell megcsinálni. Na, Tom, szépen fogom csinálni, hadd próbáljam meg. Várj, gondolkodom egy kicsit. Poli néni senki másnak nem engedte meg, csak nekem. Nem fogja megtudni. Tudok olyan jól festeni, mint te. Neked adom az almámat. Na jó, csak egy pár deszkát. Ne hülyéskedj, Tom, csinálhatok egy kicsit többet. Csak 10 percet adj. Mi a véleményed? Nem is tudom, Joe. Tudod, 10 perc nagyon hosszú idő. De tekintettel arra, hogy barátok vagyunk, ha adsz nekem egy piros cédulát, akkor annyit festesz, amennyit csak akarsz. Be egy szóra! Azt hiszem, éppen van is nálam. Tessék, erre gondoltál? Így már megengedem. Addig fested a kerítésünket, ameddig csak akarod. És nagyon vigyázz, nehogy foltos legyen. Én csak bámultam, és nem hittem a szememnek. Joe Harper volt a város egyik leglustább gyereke. De Tomnak 5 perc se kellett, hogy rávegye erre a rabszolga munkára. És még ő fizetett Tomnak. Tiszta őrület volt. Én pedig csak álltam és mereztettem a szemem. Mert Joe csak az első volt a sorban. Mintha valami bűvész mutatványt bámultam volna. Tom gyűjteménye egyre gyarapodott, a gyerekek pedig szorgalmasan dolgoztak. Ilyen sebességgel kerítést még soha nem mázoltak fehérre. Ha a kerítés egy kicsit hosszabb lett volna, azt hiszem Tom a város összes gyerekét kifosztotta volna. Fogyott a kerítés. Sajnos igazad van. Kész az egész. Én alig festettem egy kicsit. Pedig még van egy kék cédulám. Tudod, éppen arra gondoltam az előbb, hogy ráférne erre a kerítésre az igazi művészi munka. Mit szólnál egy kis javításhoz, egészen az elejétől kezdve? Van kedved hozzá? Persze, hogy van. Tom! Megmondtam, hogy nem jöhetsz be, míg be nem fejezted. Tudom, Polly néni. Befejeztem. Tomás, légy szíves, és ne hazudj nekem. Nem fejezhetted be az egész kerítést. Biztos eszedbe jutott valami, és... Nem, Polly néni, az egész készen van. Az igaz, hogy szörnyű nehéz volt, de kész vagyok vele. Gyereki, és nézd meg, ha nem hiszed. Tomás, ha ez megint valami trükk? Ez nem trükk, Polly néni. Becs szóra, szoktam én neked hazudni. Ha megint be akarsz sapni, én esküszöm, hogy elkapom a gallírod, és meghintáztatlak a fülednél fogva. Jaj, Polly néni, miért vagy ilyen gyanakvó? Gyere, és nézd meg a saját szemeddel. Nagyon szép munka, az egész készen van. Szentséges szűzanyám, te tényleg igazat mondtál. Tom! Még a festékes vödröt és az ecsetet is kimostam, és betettem a kamrába. Na hát, Tom. Tévedtem, amikor rosszat gondoltam rólad. Tudsz te dolgozni, ha akarsz. Úgy látom, még sincs elveszve semmi. Nem is tudod, mennyire örülök, fiatalember. Na gyere velem, gyorsan! Mostan mehetek játszani? Hát persze, hogy mehetsz. Néha nagyon szigorú voltam hozzád. De csak a javadat akartam. Tudom én azt, Poli néni.
Néha teljesen ki tudsz hozni a sodromból a rosszalkodásoddal. Ne haragudj rám, Polly néni. Megpróbálok jó lenni. Remélem is. A Szentírás világosan megmondja, hogy aki takarékoskodik apálcával, elrönti a gyereket, és én nem akarok ebbe a hibába esni. Nem is szabad, Polly néni. Most már kimehetek játszani? Természetesen. Tessék egy alma. Szaladj és szórakozz jól. Édes Istenem, minden remény megvan rá, hogy ez a gyerek komolyan megváltozzon. Tom, már négyszer megszámoltuk, és mindig ugyanannyi jön ki. Tudom. Kellene még 10 kék, vagy egy piros. Hé, egy kéket még holnap is szerezhetsz, ha megtanultál 2 sort. Annak semmi értelme, még akkor is hiányozna 9 kék. Akkor tanulj meg 20 sort. Tanuljak meg 20 sort, holnap reggeli? Gyorsan túlesnél rajta. Gyorsan vagy lassan, a holdat hamarabb ugrom át, az biztos. A fenébe is, Tom, valahonnan mindenképpen szereznünk kell neked egy piros cédulát. Már olyan közel vagyunk a célhoz. Tudom, Hák, de teljesen kifogytam az ötletekből. Nem maradt már semmi eladnivalód? Az utolsó morzsát is elcseréltem. Belebuktunk, Hák. Legjobb lesz, ha hazamegyek. Elkísérlek egy darabon. Na is törődj vele, Tom. Tom nagyon le volt törve, de tudtam, hogy nagyon örülne, ha valahonnan meg tudná szerezni azt a hiányzó piros cédulát. És meg is szerezte volna, ha nem találkozik össze azzal a buta lánnyal. Én mondtam neki, hogy ez csak tecsörbíró unokája, Becky, aki látogatóban van itt nála. De ő olyan csodálattal bámult rá, mint valami égből leszállt angyalra. Én megpróbáltam újra szóba hozni, hogyan lehetne megszerezni a hiányzó piros cédulát, de nem mentem sokra vele. Egyél, Tom. Bőven van még csirke. Ne haragudj, Polly néni, de most valahogy nem vagyok éhes. Aggódik, hogy szégyenbe marad a Biblia miatt, amivel tegnap annyira hencegett. Kár, hogy egyikőtök se fog holnap Bibliát kapni. Thatcher bíró elhozza az unokáját a vasárnapi iskolába, és Mr. Walters felkérte a bírót, hogy ő adja át a Bibliát a nyertesnek. A bíró és az unokája is ott lesz vasárnap? Igen, éppen erről beszélek. Miért? Semmi. Én csak...
Nem érzem túl jól magam. Felmegyek és lefekszem. Várj, Tom, még almás pite is van. Mefej Polivéni nem beteg. Mondom én, attól ijed be, hogy túl nagy volt a szája. Csak azt akarja elérni, hogy holnap ne kelljen a vasárnapi iskolába mennie. Ha. Talán igazad van. De furcsán viselkedett, amikor megemlítettem te csöréket. Különös. Szervusz, remélem készültetek a mai alkalommal. Igen, tiszteletes úr, készültünk. Üdvözlöm, tiszteletes úr. Üdvözlöm. Gyorsan, gyorsan üljetek le szépen. Na csak, hogy itt vagy végre, Tom. Elfelejtettem valamit, Poli néni, mindjárt visszajövök. De Tom... Erre parancsolj. Hák! Hák, segíts nekem! Muszáj segítened nekem, mindenképpen szükségem van arra a piros cédulára, mielőtt befejeződik a vasárnapi iskola. Isten áldjon meg, honnan a csodából akasztak Azt én nem neked? Tudom, Hák, de te vagy az egyetlen reménységem. Valahonnan valahogy muszáj megszereznem. De... Hák! Szerezd meg, egész életemben hálás leszek érte. Százszorosan, ezerszeresen fizetem vissza, esküszöm. Én megpróbálom, de... Kösz, Hák, tudtam, hogy rád számíthatok. Mennem kell. Lehetetlenség volt. Tudtam, hogy Tom is tisztában van vele. Egyre csak ez járt a fejemben, de akkor eszembe jutott valami. Volt egy jó bicskám. Még apámtól csortam, mielőtt lelépett. Biztosan azért szerettem annyira, mert ez volt az egyetlen tárgyom a világon, aminek volt valami értéke. Jól van. Mindjárt itt lesz Thatcher bíró úr. Jó reggelt. É, Tom, azt hiszem készülhetsz a nagy pillanatra. De Tom mindjárt bejelentheti, hogy igényt tart a jutalom bibliára. Nem igaz, Tom? Azt mondtam, maradj csöndbe. Mr. Walters mindjárt elkezdi a beszédét. Gyerekek, hölgyeim és uraim, gyülekezetünk tagjai. Mint tudják, számomra, mint a vasárnapi iskola igazgatója számára, különleges pillanat ez a mostani. Ez az a perc, amikor abban a megtiszteltetésben van részem, hogy megjutalmazhatom azokat a kitűnő diákokat, akik hosszú és kemény munkával emlékezetükbe vésték az isteni szentírás legdrágább és legértékesebb igazságait. Már csak egyetlen apró problémát kellett megoldanom. Sok gyerek szerette volna megszerezni a kést, de egyiküknek se volt piros cédulája. Nem olyan könnyű feladat az, amelyet magukra vállaltak. Nagy céltudatosságot és kemény munkát követel az embertől 2000 sor vers megtanulása. Nehéz feladat még nekünk, felnőtteknek is. De annak a gyermeknek a számára, akinek sikerült elérnie ezt a csodálatos eredményt, mindig óriási öröm és megtiszteltetés átadni a vasárnapi iskola gyönyörű bibliáját. Ezen a mai reggelen rendkívüli megtiszteltetésben van részünk. Gyülekezetünkben kedves új tagot üdvözölhetünk. Thatcher bíró úr volt olyan előzékeny, és elhozta őt körünkbe. Köszönöm, Mr. Walters. Kedves Szentpétersburgi barátaim, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek öreg szívem büszkeségét és örömét, a kisunokámat, Rebekát. Elnézésüket kérem, de mint a hozzám hasonló öregek, oly gyakran én is hibát követtem el. A családi béke megőrzése érdekében hadd kérjem meg önöket, hogy soha ne nevezzék őt Rebekának. Jobban kedveli, ha egyszerűen Bekinek szólítják. Mindketten hálásak vagyunk az üdvözlésért. Most pedig elérkezett a jutalom biblia átadásának ideje. Ezen a mai különleges napon a jutalmat Thatcher bíró személyesen fogja átnyújtani a szerencsés nyertesnek. Most tehát kérem azok jelentkezését, akik megfelelő számú cédulát gyűjtöttek össze. Nos kérem, igyekezzenek, a bíró úr készen áll. Valaki bizonyára összegyűjtötte a szükséges cédulákat. Hát így is jó. Úgy látszik, hogy szerencsétlenségünkre éppen ma nincs jelentkezünk.
van, Mr. Waters? Én! Te? Tom Sawyer? Igen. Hét sárga. Huszonkilenc piros. Nyolc, kilenc, tíz kék. Ez pontosan annyi. Megkaphatom a Bibliát? Természetesen megkaphatod, Thomas. Bárhogy is legyen, meg kell vallanom, hogy erre nem számítottam. Úgy értem, biztos vagyok benne, hogy rengeteg munkát fektettél bele, és én nagyon büszke vagyok rád. Kiváló teljesítményt nyújtottál. És nagy megtiszteltetés számomra, hogy jutalmul átnyújthatom neked ezt a Bibliát. Nagyon köszönöm, Thatcher bíró úr. Nagyon köszönöm. Várj egy percet, Thomas. És szeretném, ha ez a mai nap különlegesen emlékezetes maradna számodra. Az a 2000 sor, amelyet a Bibliából megtanultál, óriási tudást jelent számodra. Talán többet, mint amennyit egy ember egész élete folyamán elsajátít. Ez a tudás már a tiéd, fiam. Biztos vagyok benne, hogy szívesen adnál ízelítőt belőle Thatcher bíró úrnak és bájos unokájának. Jól gondolom, fiam? A 12 apostol nevét bizonyára kitűnően ismered, fiatalember. Nagyon megtisztelnél vele, ha megneveznéd nekünk az első kettőt. Gyerünk, Thomas. Ki vele? Erre a kérdésre biztosan tudsz válaszolni. Mondd már, a bíró úr várja a választ! Mi volt az első két apostol neve, fiam? Dávid és Góliát! Semmi kétségem afelől, hogy bármely másik gyerek szörnyen nyomorultul érezte volna magát egy ilyen iszonyatos baklövés után. De Tom Sawyert más fából faragták. Ő túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy zavarba jöjjön egy ilyen csekéség miatt. Aki mindennél fontosabb volt most számára, az egy lány volt. Remélem, legközelebb is velünk tartanak majd, hogy megnézzék, Tom Sawyer hogyan kell életre halottaiból, hogyan veszti el egy fogát, és hogyan hajt végre egy sikeres manővert, melynek következtében olyan boldogság éri, hogy néhány percen belül örökre lemond a lányokról.